10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hát szeretettel köszöntöm a UHTV nézőjét. Kértük a Zenix GP olaszországi futamával jelentkezünk. Így is van. Nézzük meg, hogy kik vannak most a rajtrácson. Első helyezett Létai Attila, második helyezett Réti Attila, harmadik helyezett Raffai Ádám, negyedik helyezett Rudas István, ötödik helyezett Kovács Dávid, hatodik helyen Cene István, hetedik helyen Varga István, nyolcadik helyen Major Gábor, kilencedik helyen Cséplő Máté, tizedik helyen Sandó Balázs, tizenegyedik helyen Orbán Péter, tizenkettedik helyen Brutócki Gábor, tizenharmadik helyen Kis Lement, tizennegyedik helyen Orsós János, tizenötödik helyen Varga Attila. Úgyhogy lássuk is a futamot, hogy mi történt ezen a futamon. A fiúk lassan felállnak a rajtrácsra, remélhetőleg minél hamarabb el. Így van, kigyúltak a piros lámpák, azonnal elalszanak, így is van, elaludtak a piros lámpák, Létai Attila szépen tartsa az évet, Réti Attila megpróbálja megelőzni, de nem jött össze. Ott hátul kisebb Csetepati, itt bedugja Raffai Ádám megpróbálja megelőzni Réti Attilát, így is van. Szépen egymás mellett, és Raffai eljött Réti mellett. Lássuk hátul, mi történik még. Itt így is van, Raffai megelőzte Rétit. Ott hátul egész tűrhetően eljött a banda. Hoppá, itt kivetődött. Is volt az, Cene kivetődött. Ott hátul megint valaki hibázott. Így van. Hát. Eljöttek egész tűrhetően. Létai Attila még mindig az élen. Réti Attila neki ment Raffainak. Hátul nem is tudom, mit történt. Talán egymásra húzták az autót, mindketten veszítettek, ugye Réti veszített két helyet, Raffai három helyet, de már szépen lassan jönnek fölfele, lássuk. Réti Attila visszaesett az ötödik helyre, Cséplő Mátét mondok, tehát Major Gábor és Cene Istvánnal, hoppá! Cene nagy végtempóval, és valaki neki ment. Így van, Major Gábor neki ment Cene Istvánnak. Nem tudom, hogy ebből lesz-e óvás vagy sem. Ráadásul mindketten átvágták pályát. Kovács Dávid visszaesett a harmadik helyre. Természetesen Cene vissza kéne adja, így is van. Cene visszaadta a vágás után a második helyét, de Cenét követi, már követi Réti Attila, sőt, itt még nem, de nem sokára szerintem meg fogja előzni. Ugye Cenének megint nagyobb a végtempója, de Réti rátapadt kanyarnál, hát kicsit kivezette Réti. Nem volt ez olyan szép előzés. Ahogy látom, Cene vissza tudja előzni, ugye, mert nagyobb a végtempója, vagy talán úgy gondolta Réti, hogy akkor most visszaadja, mert nem teljesen tiszta volt az előzés. Van itt hátul három pilótát is láthatunk. Hoppá, Cene kijön a boxba. Lássuk, Varga Attila 8. helyen,
Tene már visszaesett a 9. helye, 10. helyre 11, 12, Atya Úristen, ennyire visszaessen. Valamit szerelnek, és ottan még valaki, Ludas István is kijött, ő is benne volt egy csetepatéba, úgyhogy hát igen, nem mindenkinek jól jött ki jól ez a futam. Tene visszaesett a 13. helyre, na de hoppá, Cséplő Máté is kint volt, 14. helyre esett vissza. Mi történt vajon? Sandó Balázs is kint volt a 15. helyen. De nézzünk előre. Itt elől továbbra is Létai Attila vezet. Nagy meglepetésre. Majd őt követi Kovács Dávid. Ugye halkan elmondanám, hogy itt azért Dáviddal még az elején ugye elhúztunk, de 1-es-2-es motorerővel, tehát annyira nem siettünk, hogy nem mi voltunk a gyorsak, hanem ott hátul feltartották egymást. És a 3. helyen próbál fölzárkózni a balesetet szenvedett Léti Attila. Hát baleset, egy kisebb koccanás, hát megesik. Őt közvetlen követi Raffai Ádám. Ugye vele volt az a fér. Majd az 5. helyen egy meglepetés pilóta, Ósós János. Ósós Jánost követi Orbán Péter, és mint láthattuk, Major Gábor kissi levágta a pályát. Hogy de mi történik ott elől, mint a Orbán Peti próbálná megelőzni Orsóst. Nézzük meg egy kis belső kamerából, így is van, váltsunk vissza. Így is van, Orbán Peti megelőzte Orsóst, de Orsós nem hagyja magát, így szélárnyékból megpróbál kijönni. Mások a féktávnál, állj, egy kis koccanás, nem hagyják ők azért egymást. Orbán Peti nem hagyja magát, Ósós a Marussiával elég szépen rátapadt. Így van. Lássuk féktávnál, hogy összejön-e, hogy ki tudja fékezni. Nem, sajnos nem volt elég közel, vagy talán esetleg ők megnézték a múlt heti utam visszajátszását, és abból tanulván megpróbálnak most spórolni, illetve Orsós úgy gondolta, hogy akkor menjél Petikém, mert majd én beállok a szélárnyékodba és spórolok üzemanyaggal. Na nézzünk még hátrébb, Major Gábor ugye a 7. helyen, őt követi Varga Attila 8. helyen, majd 9. helyen Varga István a Mercedes-szel, 10. helyen Kis Lemente, Rutóczki Gábor már csak a 11. helyen, és az utolsó pontszerző helyen, ugye a 12. helyen Rudas István a címvédőnk, 13. helyen Cene István, 14. helyen Cséplő Máté, majd 15. helyen Sandó Balázs. Na de nézzünk, újból körbe mentünk és elértünk újból az első helyezetthez. Ugye kissé megpróbálja Létai leszakítani magáról Dávidot, Kovács Dávidot. De úgy néz ki, hogy ott hátul újból csetepaték vannak. Így van, Rafai megpróbálta megelőzni Réti Attilát, majd elrontott a féktávot és Réti meg tudta tartani. Tehát itten Dávidra is rájöttek, addig spórol Dávid, hogy Réti és Raffai egyre közelebb vannak. Dávid zárja az ívet, Réti megpróbálta volna megelőzni, de nem jött össze neki. És egy hármas fogatot láthatunk itten Kovács Dávid, illetve
Réti Attila, majd Raffai. Ugye, ha hatodik körben járunk, és kiség a faratorkom, de itt hátul Orbán Peti és Orsós János nem hagyják magukat, ugye Orsós Jani megpróbálja visszaelőzni, illetve visszavenni a pozícióját Petivel. Szeretné azért ilyen könnyen feladni harcot, illetve a pozíciót, ugye előkelő helyen van így is, hatodik helyen, Marussiában. Hát örülne a Marussia, hogyha ilyen előkelő helyen autózna. Így is van. És Orsós megpróbál megelőzni, viszont hátul a Sunyi Major Gábor. Ő rá is tapadt Orsósra, és úgy néz ki, hogy megpróbálja megelőzni. Így is van, már mellette van, lássuk, féktávon kifékezi, így van, féktávon kifékezte, megelőzte, csókolom. Orsós még egy helyet bukott, úgyhogy Marussia már csak a hetedik helyen van. Nézzük Majort, hogy ötödik helyről még feljebb tud-e evickélni. Oppá, és ront, így is van, és Orsós elkapta az Orsót, úgyhogy elnézést a szó viccél, de nem lehetett kihagyni. Orsós visszavette a helyét, az 5.-6. helyét, így van. De Major nem hagyja magát. Abból a fából faradták az ifi apukát. És féktávon újból berakja, ugye Majornak nagyobb a végtempója. Orsós Peti persze nem hagyja magát, mert próbálja lehetetlent, ami voltak épp annyira nem is lehetetlen. Na de nézzünk hátrébb. Varga Attila. Ül. Ja, valami. Hát elől ugyan éppen a 8. körben még Létai vezet. Raffai a második. Én lemaradtunk egy kicsit Dávid előzéséről. Dávid a 4. helyen. Williams-el. Majd Orbán Peti az 5. helyen. És itten Major Gabi és Orsós. Úgy néz ki, hogy Major csak sikerült megelőzni a Orsóst. Van, hát Orsós kísérle is maradt. Lássuk. 8. helyen Varga Attila, őt követi, nem rokonja, csak névrokon. Varga István a Mercedes-szel. Hát ez egy kicsit széles volt, úgyhogy... De hát ez van, amikor sietnek a fiúk. Varga István követi a 10. helyen Kis Levente. 11. helyen úgy látszik már Rudas István előzött valahol. 1. helyen van. 12. helyen Brutóczki Gábor, akit Cene István követi. Felteltőleg Ferrarival nem sokára át is tudja verekedni magát a Brutóczki Gáboron. Egyre közelebb és közelebb. Füstölős fékezés. Csépcséplő Máté a 14. helyen, Tandó Balázs 15. helyen. Hát úgy néz ki, Létai elég szépen elhúzott. Veszélyben van a haza, mert
Raffai egyre közelebb és közelebb jön hozzá. Na, itt van Raffai, de aki a második helyen van. Hát itt az elej nagyon picit széthúzott. Ugye, azt a titkot... Tehát az nem titok. Próbáltam csinálni az első helyen. Ugye, megpróbáltam azt, hogy minél hamarabb... Ugye, még az elején egy picit spóroltam. Kettes fokozatban mentem, hogy menjek is meg, és fogyasszon sokat. Majd itt azért bekapcsoltam a harmadik fokozatra, hogy próbáljak meglógni srácok elől, így is volt, meg is lógtam, majd visszakapcsoltam egyes fokozatba, hogy ne fogyasszunk olyan sokat. Ugye játszottam a motorerővel. Hátul úgy néz ki, hogy azt csinálja, mert effektíve beálltak egy bizonyos követési távolságra. Talán Raffai az, aki... lassan, de biztosan közelít. Réti Attila. Hát Réti Attila egy nagyon picit leszakadva. Őt követi. Olyan durván másfél-két másodpercen belül van Kovács Dávid hozzá. Hátul Tós János ötödik helyen megelőzte Orbán Petit. Erről lemaradtunk. Évból. Varga Attila feljut a hetedik helyre. Ott. Major Gábor, hoppá, ott mi van? Major Gábor megint valakivel csetepatézik. Így van, kis Leventével. Gábor összeakadt kis Leventével, hát. Nem tudom ott hátul, hogy mit történnek, de körül kell majd nézni. Óvások jöttek-e? Ha jöttek, majd ezeket is ki kell majd vizsgálni. Hoppá, Varga Attila majdnem megpördült. Elég furcsán vette azt a kanyart. Gábor, Varga István. Közvetlenül Varga István mögött kis Levente, ki szeretném megelőzni, de Varga nem hagyja magát. Na hát kell a pontocska. Rudas István 11. helyen van még mindig. Tene azért feljut a 12. utolsó pontszerző helyre. Képjú Máté 13., Brutowski 14., Randó Balázs 15. Nos, lássuk itt elől Raffai sunyi módon egyre közelebb és közelebb került Létaihoz. Lássuk, hogy hoppá, egy nagy fékezés. Így van. Raffai féle. Belső kamerát. Pá, oppá, mi történik? Egy lekörözés, így. Itt lehet tudni, hogy kihanyarba megy, de lényeg az, hogy a célegyenesnél ugye a Raffai egyre közelebb kerül Létaihoz. Sőt, nem pár körön belül meg is lesz. Így is van, nem is kell sokat váratni. Így is van, Létai mellé beteszi
Rafai nem, mert nem, azért annyira nem pi. Rafai nem hagyja magát. Feltétlen kell neki az az első helyezett. Így is van, mindent elkövet, hogy megelőzze létait. Lássuk most féktávon, így is van, féktávon szépen megelőzi. Célegyenes rávezetőt egymás mellett, célegyenesben, és... Na? Megvan. Tövér a pucájában. Úgy néz ki, hogy Raffai, és nem, Raffai besorol. Ezt vajon miért? Simán meg tudta volna előzni létait. De a nagy csetepati hatására Rét is felzárkózik. Így van, és Raffainak már nem csak előre kell néznie, hogy meg tudja előzni létait, hanem Rétire is oda kell figyelni, mert Rét is föl egerészte magát, egyre közelebb és közelebb. Van, hát itt a fiúk beálltak egy követési távolságra újból. Rét egy nagyon pici lélegzetet kapott, ugye mivel Raffainak most már nem vele kell foglalkozon, hanem hátra kell pillancson, ugye Rétire, és Réti már be is állt a szélárnyékba. Így is van, Réti Raffainak a szélárnyékában, és már nézeget, és Raffai jön a boxba. Hoppá, Raffainak elkoptak a gumiai, Raffai a boxban. Nézzünk előre, Réti a második helyen. Réti a 15. körben ottan tartja az első helyet. Réti a második. Raffai, hoppá, egy gyors gumicsere. Na, hát ezt jelenti az, amikor ki tudsz autózni az ellenfeleddel szembe egy boxing kiállást. Ugye Raffai az elő volt bent a boxban, és vissza tudott jönni a harmadik helyre. Nem sokára, valamelyik körben, már pontosan nem emlékszem melyikben, választam egy nagyon-nagyon csúnyát, célegyenesre rávezetőt, elrontottam. Ez még nem hiszem, hogy az a kör lesz. Van. Box. Létei a boxba, 15. körben. Rétivel együtt. Ketten a boxban, Réti is, meg Rétai. Hát itten, jaj, hát ezt nem így kellett volna megcsinálni. Így, itt van. És elment Raffai. Rétai visszaesett harmadik, negyedik helyre. Így van. Dávidom megelőzte. Dávid megelőzte Rétit is. Rétai a negyedik helyre esett vissza. Hoppá! Egy hiba. Igen, itten azért tegek a gumik.
Tit. Eléti rátapadt Dávidra, Kovács Dávidra. Dávid sem hagyja magát annyira. Létai megpróbál rátapadni Létire. Na de a lényeg, hogy ez a taktika nem igazán jött be, mert Raffai ugye átugrotta a Léti-Létai párost. Tehát az a taktika, hogy átugrodja őket, ez elég szépen bejött. Közben itten második, harmadik, negyedik helyen itten azért a fiúk egymásra tapadtak, tehát nem igazán engedik el egymást. Lássuk, hogy mi történik. Mondjuk tólag megtudjuk azt, hogy itten azért tázig megy a spórolás. Raffai ugye megpróbálta azt meghúzni, hogy volna, amikor a fiúk spórolnak, akkor ő elhúz, majd később, amikor már kellő távolságban van. Hoppá, ez hála Istennek csak egy kisebb lag volt. 17. helyen, hoppá, megint beakadt a kép. És Létai megelőzte Létit. Közben ugye Rudas Felevicz kérte magát az 5. helyre. Lássuk, Létai már a 3. Ugye azt tudni kell, hogy Léti elengedte Létait, mert ahogy lássuk, le is szakadt róla, tehát spórol az üzemanyaggal. Létai tapad Dávidra, Dávid próbál felzárkózni Raffaira, így van, ketten egyre így közel telep kerültek valamelyest. Hát itt egy újból hagyjuk azt, hogy egy újabb elengedés volt, mert ez ugye Dávid nem sokat tartott be Létainak. Hoppá, és Létai csúszott, ugye. 3-as motor fokozatban azt kell tudni, hogy sokkal agresszívebb a kigyorsítás, sokkal veszélyesebb, ugye, legfőképpen, amikor ugye, arra koncentrálsz, hogy minél gyorsabban haladjál, és a pálya minden egyes négyzetcentiméterét megpróbálod kihasználni. Hát ilyenkor van, amikor a fűre megy az ember a gumival. Nem teljesen egy jó megoldás, mert ugye a rázó kő mellett lévő fű, hát az nagyon csúszik. Léta egyre közelebb került Raffaihoz. Itt maradunk Létain, mert itten lesz majd nem sokára egy debafér. Ami többek között én is szeretnék megnézni, hogy volt itten konkrét. Ja, te nem titok, aki... Hoppá! Igen, ez volt. Egyszerűen nem tudom, mi lehetett, egyszerűen nem fordultam. Semmi. Hatalmas baleset. Itt vesztettem az első helyzetem. Tudok elvickélni. Vissza is estem. A 4. helyen Rudas Istvánt láthatjuk. 3. helyen Rég Tillát, Dávid a 2. helyen,
Laffai az első. Itt van Sandu Balázs kiszállt, 15. helyen, 14. helyen Brutowski, 13. Cséplő, Major Gábor a 12. helyen, szerencsétlenül járt Létai, még mindig próbál levickélni, így van, nagy, oppá, ez egy veszélyes, így azért nem igazán érdemos. 12. helyre esett vissza háromkerekű Mercedes-szer Létai. Így is van. Tovább 11. helyen Major Gábor, 12. helyen Varga István. Levente 9. helyen. Hoppá, Varga Attila megpördült. 10. helyen. Orsós megállt. Így van, feltehetőleg Orsós és Varga Attila összeakadtak, mert Orsós bevárta Varga Attila. Van, és vissza is adta, tehát akkor itten... Ezért ez tép dolog volt részéről. A szabályzatunkban az van, hogy abban az esetben, hogyha véletlenül valakit kiütsz, abban az esetben köteles vagy bevárni. Ha nem várod be és megóvnak, akkor súlyos büntetést kaphatsz. Diszkvalifikálni is diszkvalifikálhatnak. Úgy néz ki, hogy Orsós elolvasta szabályzatunkat. De menjünk tovább, 8. helyen ki Levente. 7. helyen Varga István. 6. helyre fel tudta evickélni magát Szene István. Majd Orbán Péter. 5. helyen. Elég széthúzódott a mezőny. Ludas István a 4. helyen. 3. helyen Réti Attila. 2. helyen Kovács Dávid, Raffai, és Létai újból a pályán a 14. helyen, itt már nyomja, mint pokol, hogy de hát a 14. helyre, hogy vissza evickéljen dobogó helyre. A Mercedes. Hát Brutowski, talán Brutowski van a 13. helyen egy. De Brutowskit most körözték. Léki körözte le Brutowskit. Major Gábor itt van hátul, 1. helyen. Na de Orsós is Varga. Lássunk, itt van a legközelebb egymáshoz a két pilóta. Kis túlzással, de őre úgy néz ki, hogy csak itt alakul ki valami csetepaté. Hoppika, Orsós megpróbálja bedugni az autó órát. Igazán jött össze, de itt már nem hagyja magát, és most se. Na hát, itt a fiúk azért nem unatkoznak. Hoppá, Orsós hibázott. Annyit nem vesz pával. Itt Major Gábor Tócki
Máté. Hát, Létai elég távol van tőlük. Egyenlőre sem lesz itt. Van. Hát Ósós végül csak megelőzte Varga Attilát, erről megint lemaradtunk. Hát nem igaz, mindig akkor viszem el a képet, amikor nem kéne. Sós 9. helyen egyre közelebb és közelebb kerül, hogy Leventéhez. És Leventéhez. De már valaki piros autót lát. Szemét. Kis Lemente látja maga előtt a 7. helyen autózó Szene István. Lássuk. Fog történni. Hoppá! De ment egyre közelebb Szene Istvánhoz. Ó, jaj, és megint a kigyorsításnál, megint, lássuk. Így van, Ósós rá is esett. Áj, védekezik. Tehát ez már cikázásnak felel meg, kérem szépen. De azért lesz egy enyhe-benyhe kis Lemente felé. De Ósós el tudott jönni így. És valami történt kislevivel. Úgy látszik, hogy úgy gondolta, hogy tényleg egy kicsit jött ki, ahogy akarta volna. Amikor elveszted a kontrollt az autót. Ósóst láthattuk. Egy kis szünetre elmegyünk a hanggal.
User disconnected from your channel. User joined your channel. Hello? Na, tehát már vissza is érkeztem. Lássuk, mi történik itten. Ugye, Orsós a hatodik helyen megelőzte Cene. Cene Istvánt követi Varga Attila. Követés. Igen, amit még erről a módról kell tudni, abban az esetben, ha véletlenül megütöd az autót, balesetet szenvedsz, tegyük, hogy volt 340 km per órás végtempót, hát az simán egy olyan 20-30 km per órával le tud csökkenni. Hiába megszerelik az autót, összerakják a boxban, de akkor is sajnálatos módon ugye veszítesz végtempóból, illetve motorerőből is. És mint látjuk, Cene és Orsós elég agresszívül próbálják eldönteni, hogy ki legyen ül. Tehát Cenének ugye sérült autója van, és most beadáson még kvázik is. Hátrébb, oppá, Orbán Peti, Varga István majdnem balesetet szenvedett, ugye lecsúszott a pályáról. Varga Attila a 9. helyen. Major Gábor, ahogy látom, meg is kapta a nyakára. Így van, Kovács Dávid körözte Major Gábort, majd őt követi Réti Attila. Éppen el is engedte Major Gábor Réti Attilát, a csapattársát. Major a 10. helyen. És a balesetet szenvedett Létai a 11. helyre elvizkélte fel magát, megelőzvén Kis Lementét, Cséplő Mátét. De úgy látom, Cséplő Máténak ugye Cséplő Mátét követi Butoszki Gábor, aki feltehetőleg azon szándéka van, hogy megelőzze. Lássuk, hogy sikerül neki. Na, ops, ott mi történik? Ajjajjaj, Butoszki megpróbálta, de nem jött össze neki. És Ekeblag, ugye tudjuk, hogy Máté mobilnettel van. És úgy tűnik, hogy Butoszki meg tudja előzni, igaz, hogy Máté a belső íven van, de a cél egyensúly rávezetőnél, lássuk, kinek lesz nagyobb végtempója. Képlő megpróbálta letolni a pályáról, de Butoszkinak nagyobb végtempója van, de a féktávon Máté, féktávon Máté visszajött, viszont felakadt a rázókőre, így Butoszki simán el tudott menni mellette. Hát ez nem Máténak a napja. Ugye, 13. helyre esett vissza. Kislevi a 13. Kifüstölt ott az egyik, mert ez felállít, mint találtam volna füstöl. Létai 11. helyen. Előtte Major Gábor. Harmincadik kör. Orsós Jani a 9. Varga Attila Kisteblaggal a 8. Orbán Peti a 7.
Varga István a hatodik. Hát, Varga Istvánnak úgy látszik, hogy egyre jobban megszokja ezt a módot, ugye. Ez az első olyan versenye, ugye, ahol pontot is sikerül szerezni. Úgyhogy Istvánkám ott a pont. Sőt, mi több. Nagyon úgy néz ki, hogy előtte van valaki. Sajnos nem. Előtte csak Brutocki volt, akit lekörözött. Valaki. Jól úgy megvan. Sehol semmi. Na, itt. Majornál álljunk meg egy kicsit, mert itt lesz egy előzés. De megcsúszott. Ére közelebb Majorra. Major középre húzódik, nem igazán szeretné odaadni azt a tizedik helyet Létainak. Hát, annyira nem kekeckedett. Itt Major szépen elengedte. Tehát ez egy ilyen elengedés szag volt, ugye? Biztos úgy gondolta, hogy spórolunk, annyira nem akarok mostan kekeckedni, mert aztán az üzemanyag fogja megbánni. Ülétai től evickélte magát a tizedik helyre. Már bőven pontszerző helyen van. Pontocska, ugye a két Mercedes végre valahára mind a kettő hozza pontot. Apropó pont, egy pont, 12. hely, ugye egy pontot ér. Itt nem más, mint Cséplő Máté tartózkodik. Őt követi 13. helyen Kis Levi. És Brutocki Gábor már fel is adta. Tandó Balázs is. És itt az első helyen Raffai Ádámot láthatjuk a 33. körben. Hát szép, szépen összehozta Raffai. Második helyen Kovács Dávid autózik, közvetlen utána Réti Attila. Remélhetőleg nem lesz áramszünet, mert valós idő van kint. De nézzük meg, a negyedik helyen Tudas István van. Hoppá, Tudas István és... Tudas István Cséplő... hogy hívják már mondani? Major Gábort fogja lekörözni. A Major Gabi elengedte szépen. Húzódott az évről. Major Gabi után Létai Attila következik a lekörözöttek. Ján. Mondjuk az igazság az, hogy én ezekre a jelenetekre nem igazán emlékszem. Lettem volna körülde, vagy sem, mivel elég idegesen vezettem, ugye, futam elején. Olyan, mintha interjú volna. De lényeg, hogy a futam elején ugye elrontottam, és elég összetörtem az autót, majd nagy nehezen beepickértem a boxba, ahol összeladták az autót. Viszont veszítettem egy olyan bő 20-25 km/h a végtempomból,
csak a 10. helyre sikerült felhúzni az autót. Hát... ez van. Most is van egyre közelebb. Nézzük azért előrébb. De nem. Létezik. Ugye Rudas István. Nézzük valamit. István az 5. helyen, Rudas István a 4. helyen, Dávid a 3. Péti a 2. Rafai pedig az 1. helyen. Jönnek a lekörözőtek. Az első lekörözőtet már le is körözték. Már nem igazán hagyja magát. Nem szép. Jó, de... úgy... le. Csak zenét körülhetik, mert jól látom, Molna István nem jött el a futamra. Hatodik körben tartunk. Hátrébb Réti. Réti is körözött. Piát. Húsz. Dávid is sikerült lekörözze. Majd Rudas István a 4. helyen. Varga István az 5. helyen, ott a pontocskánk. Orbán Peti a 6. helyen. Őt körözte Rafai Ádám. Majd Cenel 7. helyen. Varga Attila üldözi, de most pont amikor rátettem a képet, akkor hibázott. Dávid és Réti próbálnak itt kekeckedni egymással. Dávidnak nem igazán jön össze. Helyen. Képő Máté 2. helyen, Major Gábor a 11. helyen, Létai 10. helyen, hát itt egy kisebb kisodródás. Hát azok a gumik se a régiek már, szóval. De itt már azért tudni kell, hogy annyira nem koptak a gumik.
Nagyon nem koptak a gumik, viszont a legnagyobb probléma az, szóval nem probléma, ugye, hát ez van, kell menni. Tehát konkrétan az van, hogy két kiállás kötelező. Na már most, ugye, pont egy olyan szakaszban hibáztam, amikor következtek a kiállások, tehát a közvetlen kiállásom után történt meg a hiba, így. Mire felzárkóztam a bandára, addigra már szinte mindenki megcsinálta két kiállást, tehát így tudtam. Mert ha hamarabb lett volna a hiba, és hamarabb értem volna utol a bandát, és akkor kezdtek volna kiállni, ugye a boxba kerékcserére, vagy nehogy isten háromszor álltak volna ki kerékcserére. Pott volna gumi, de hát sajnos nem kopott a gumi. Sajnos, vagy hála Istennek, mondhatom, inkább hála Istennek, mert ha jobban koptak volna gumik, ugye, ilyen adót kaptak a gumiaim, ugye a felzárkozásnál koptak volna. Így is csúsztam lefelé az ívről, tehát. Mert a baleset után azért azt el lehet mondani, hogy nem igazán úgy tapadt az autó. Tehát se nem tapadt, se nem volt végtempó. Ugye egyszer-egyszer, mintha úgy éreztem volna, hogy nem teljesen ott akar megállni az autó, ahol én akarom. Hát ez van. Felülők között Varga István köröztele. Igen, ez most Ádámnak a tama volt. Jövendik kör. Hoppá! Kovács Dávid szemtelenül megelőzte Rétét, Réti megpróbál visszatámadni. Ugye, egyre közelebb vannak egymáshoz. Így is van. Megpróbál egy kis télárnyékot kihasználván, féktávnál lássuk, és ezt a repülést. Úgy itten be kellett volna vágjam a Malévnek a ő itt. Hát azzal hibával Dávid eléggé lemaradt. Raffaé már úgy néz ki, hogy az utolsó köröket rója. 50. körben tartunk. Pontosan nem is emlékszem, 47 körös volt a rájánatos módon, most nem igazán van mivel megnézem, más eszközöm ez. Azt a 342 kilométer. De ez van, amikor nem rontod el az autódat. Lássuk a második és harmadik helyezett Rétit és Dávidot. Kovács Dávid itt azért nyomja. Ja neki, pokol. Így is van, meg is előzte. Lássuk, Réti vissza próbálkozik, vagy besorol. Nem, Réti nem próbálkozik, feltetőleg Kovács Dávid több üzemanyagot tudott spórolni. Réti nem. Hátrébb Rudas István a negyedik helyen, hát elég nagy távolságban, ugye ő is benne volt még az első pár kanyarban.
újból meg fogom nézni a visszajátszást. Illetve ha lesz óvás, akkor azt ki kell vizsgálni. Varga István az ötödik helyen szépen hozza. Idez Orbán Peti a tudik. Varga Attila a hetedik. Orsós a nyolcadik. Létai a kilencedik. Vajon hogy? Brutóckián. Major Gábor a tizedik. Igen, Cene kiesett. Máté már megint megállt. Kislevi, Brutóczki. És az utolsó kör. Sőt, vége a futamnak. Raffai Ádám. Tehát akkor Raffai Ádám megint a tolasz futamot. Az NXGP olaszországi futamát. Őt követi Kovács Dávid a második helyen. Majd harmadik helyen Régy Attila. Negyedik helyen Rudas István. Varga István az ötödik helyen. Orbán Peti hatodik. Varga Attila hetedik. Orsós János a nyolcadik. Létő Attila 9. Major Gábor a 10. Tene 1. Éprő Máté a 12. Kislevi a 13. Lutócki, aki kiesett a 14. Sandó Balázs a 15. Dettó kiesett. Így ez lett a vége. Tehát Raffai Ádám az első helyen. Úgyhogy ezúttal is köszönjük szépen, hogy megnézték az OSTV futamát, illetve az NXGP futamát az OSTV-n természetesen. Következő adásunk az feltehetőleg vasárnap 20 órakor lesz, akkor az MML-lel fogunk jelentkezni, ezúttal Belgiumból. Úgyhogy egész vasárnapig további szép napot, szép hetet, használják ki az alkalmat, ha ne adj Isten szép idő lesz, és még az utolsó pár trandi időt esetleg ki lehetne használni, de mondjuk úgy néz ki, hogy nálunk esik az eső, tehát ebből nem lesz semmi, maximum kimegyünk dusolni. Tehát ez volt a NXGP olaszországi futama. Én Létai Attila voltam, én kommentáltam, illetve én kezeltem a kamerát. Tehát további szép napot, szép estét, szép reggelt és szép hetet a következő futamunkig.